Igen, ez a báli szezon egyik számomra legkedvesebb pillanata volt, mikor a Márkus Süt Viktória, aki egy, egy, olyan kislány, aki, aki tanítványom volt, már Csecsemő csecsemőkorában az ikertestvérével együtt jártak a csecsemőúszás foglalkozásainkra, és és most már hagyományá vált, ha jól emlékszem, a harmadik olyan bált rendezte a Nagy Tétényi Polgári Kör és a Budafoki Angyalok nevű szervezet, karitatív szervezet közösen a Szelmanházban. Negyedik, bocsánat, itt van a jegyzeteim, negyedik alkalommal szervezték meg ezt a bált. Ez egy jótékonysági maszkabál jelmezekkel, és egyébként a... A kislány egy ilyen szülés közbeni oxigénhiányos állapot miatt szenvedett idegrendszeri károsodást, és egy olyan speciális kezelést kap, ami a Quantum Reflex integráció, azaz a QRI terápiát kapja Bécsben, és ennek jelentős költsége van alkalmanként 1350 euró. A mostani bálon 1 millió 600 000 forint jött össze. Nagyon örülök, jól ismerem ugye a családot, de minden ilyen felkérésnek szívesen teszek eleget, ami a családok nehézsorsú gyerekek megsegítésére irányult, tehát nagyon örülök, hogy védnöke is lehettem ennek a rendezvénynek, és köszönöm még egyszer a szervezőknek, a nagy tétényi polgári körnek, illetve a budafoki angyaloknak.